Hímzett terítők, más lakástextíliák, húsvéti és karácsonyi díszek, népi kerámiák, viseletek és gyermekjátékok is helyet kaptak a népi iparművészeti gyűjteményben. A válogatást Kriskóné Dávid Mária, a Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetője készítette. Kialakult az igény arra, hogy bemutassák a térség népi iparművészetét, tehát azt a népi hagyományokon nyugvó művészetet, amely a saját hagyományaikat tükrözi, de mégis a mai élethez is kapcsolódik, a helye lehet mai életünkben. Az állandó tárlat egyedülálló vajdaságban. A daraboknak a szerzői azok többnyire hazánk féltett vajdaságiak, de van néhány darab, akiket a jelenlévő oktatók, akik nálunk voltak a különböző képzéseken oktatók, azoknak az itt maradt darabjai láthatók, és hát egy-két ajándékba kapott tárgy. A népi iparművészeti gyűjteménnyel régi álma valósult meg a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Folklór Központnak, mondja Perna Attila elnök. Több pályázaton vettek részt, ennek köszönhetően hozták rendbe az épület padlásterét. Az elmúlt 3-4 évben több ugye pályázat útján is elnyert összegeket ugye erre a projektre fektettük be, és így sikerült kialakítani a teret. A felújított padlástérben kézműves foglalkozásokat is tartanak majd.